Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban azt fogom megmutatni, hogy én hogy állítom be, hogy végzem el a kezdő beállításait az újonnan vásárolt, az újonnan érkezett mozdonyaimnak itt a kis terepasztalomon. Tartsatok velem és nézzük meg, hogy hogy csinálom én. A bemutatott mozdonyunk most a Bobó lesz, ugye ő érkezett viszonylag frissen hozzám. Onnan fogok indulni, hogy a mozdonyba már bekerült a dekóder, és felszereltem a kis kiegészítőit rá. Én először a mozdony címét szoktam beállítani. A mozdony dekóderek ugye általában a 3-as címre vannak állítva, ezt viszont nekünk meg kell változtatni, minden egyes mozdonyunknak egy külön címet kell adni, hogy tudjuk őket külön és külön vezérelni. Ugye a mozdony alapból a 3-as címet kapta, ennek a megváltoztatására ugye a CV1-be kell egy másik számot beleírni. Nekem van egy táblázatom, ahol nyomon követtem a járműveimet, és innen szoktam választani egy olyan üres következő címet, amit még egyik másik mozdonyom sem használ. És a 3-as címet minden esetben szabadon hagyom. Ez azért praktikus, mert hogyha esetleg ugye veszünk egy új dekódert, egy új mozdonyt, akkor kapásból ugye föl tudjuk tenni a pályára, és mivel semmelyik másik járművünknek nincsen hasonló címe, ezért ki tudjuk próbálni. A cím megváltoztatására ugye többféle módszer létezik. Az egyik az, amikor ugye leveszik a mozdonyt, és egy programozó vágányon programozzuk. Hát az E21-nek, a fehér Z21-nek nincs ilyen külön programozó vágány kimenete, így maximum azt tudom megcsinálni, hogy lekötöm a pályáról, és egy külön kis síndarabot rakok rá ideiglenesen, és úgy programozom fel. Viszont szerencsére mind az E21, mind pedig a mozdonyban használt dekóder támogatja a CV1-nek, tehát a mozdony címnek a pályán üzem közben történő megváltoztatását. Elég, hogyha fönt van a pályán a mozdony, és POM módban lehet programozni. A cím a pályán üzem közben történő megváltoztatásához, megnyitom a Z21-es alkalmazást, és az alkalmazáson belül a CV Programming menüpontra kattintok, itt pedig a legutolsó manuált választom ki, ebből is a Program on Main, tehát a pályán való programozás menüpontot. Itt rögtön be is dobja a 3-as mozdony címét, illetve felkínálja, hogy akkor a CV1-est akarjuk-e alapállapotban programozni. Annyi a dolgunk, hogy ide lekattintunk a CV értékhez, és átírjuk esetemben ugye 31-re, a 31-es címet szeretném megadni ennek a mozdonynak, majd azt mondom neki, hogy set CV. Ilyenkor utána nem fogja tudni visszaolvasni, megjelenik egy ilyen kis hiba üzenet, hogy nem tudja visszaolvasni a címet, hiszen ugye a címét változtattuk meg, és a 3-as címen a programozás után már nem lesz elérhető ez a mozdony, viszont hogyha itt fönt beírjuk a 31-es címet, és kiolvassuk, akkor ott fogjuk látni, hogy 31-es címre került a mozdony, és a 31-es címen már tudjuk is vezérelni, hogyha most a kontrollerrel elindítjuk a mozdonyt, akkor meg fog indulni, sikerült a címnek az átprogramozása. A mozdonyban Digitools decoder van, úgyhogy én a többi paraméteréhez nem nagyon szoktam nyúlni, elég jól beszokták állítani a Digitoolsnál a mozdonyok paraméterezését, ennél a mozdonynál sincs másképp, úgyhogy én mindent a helyén hagyok. Gyakorlatilag az a tapasztalatom, hogy a legtöbb esetben tökéletesen működnek a gyári, a mozdonyhoz szabott paraméterekkel. A következő lépés ezután az, hogy hozzáadom a mozdonyt az egeremnek a könyvtárához. Ez nagyon egyszerű, itt a Shift és a menügomb megnyomásával rögtön a mozdony menübe jutunk el. Itt rögtön nyomunk egy OK gombot, és kiírja, hogy új mozdonyt szeretnénk-e fölvinni, nyomunk még egy OK gombot, és megadjuk a mozdonyunknak a nevét, ami jelen esetben M44-es lesz. Nyomunk egy OK gombot, megadjuk a címet, amit az előbb állítottunk be, és meg fogjuk adni neki azt, hogy 128 lépéses üzemmódba küldje neki a parancsokat, majd nyomunk egy OK gombot, és a végén föl is vitte, itt is van, hogyha kilépünk a stop gombbal a menüből, akkor ide föl is került az M44-es mozdonyunk, lehet is vele rögtön menni. Miután hozzáadtam a Multimouse könyvtárához a mozdonyt, utána szeretném a Z21-nek a kis könyvtárába is fölvenni ezt a mozdonyt, így most az applikációba
is meg, így most megmutatom nektek, hogy hogy szoktam fölvinni a járművet az Z21-es alkalmazásba. A fő menüből a legfelső pont, a Vehicles pont lesz nekünk való, és itt ugye felsorolja a program a már a könyvtárban található mozdonyokat. Alul itt jobb oldalt van egy ilyen kis plusz gomb, és itt tudunk hozzáadni új járművet, új mozdonyt. Ki tudjuk választani, milyen típusú járművet szeretnénk hozzáadni. Ezekből nekünk a loco, azaz a mozdony fog kelleni, és amint rányomtunk, oda is visz minket az új mozdonynak az adatlapjára. A címnek ugye a 31-est fogom megadni, hiszen ugye arra állítottam át a mozdonyomat, 31-es címen lesz megtalálható, a nevének pedig kitörlöm a New Locot, és beírom, hogy M44148. A kategóriáknál csinálhatunk magunknak kategóriát a könnyebb kereshetőség címén, nekem van több kategóriám, ide a mávos kategóriához fogom hozzáadni, illetve kiválaszthatjuk, hogy a sebességnél mit adjon ki nekünk, valamint itt van egy kép, ki tudunk választani, ki tudunk neki adni egy képet, én most erre rákattintok, és mivel az Z21-es könyvtárában nincs bobóról kép, én töltöttem le egy ilyen kis bobós képet, ez pedig az én fotokönyvtáramban található meg. Rákattintok, és puff, be is rakta szépen a kis bobónknak a képét. A maximális sebességnél én meg szoktam adni a mozdony tényleges maximális sebességét, ugye ez 80 km/h. Korábban a train controllerre bemértem, körülbelül 85-90 km/h a mozdony maximális sebessége, úgyhogy jó közelítéssel ez a 80-as meg fog felelni nekem. Decoder típusánál hagyom DCC-n, és a sebesség steppeket pedig 128-ason, hiszen úgy szeretném őt vezérelni. A további ilyen mozdony adatoknál ki lehet tölteni, hozzá lehet adni még több dolgot, teljes nevet, az, hogy milyen vasúttársaságnál van a mozdonyunk, host, súlyt, és hogy mikor lett gyártva, és mikor került a mi birtokunkba a jármű. Ezek igazándiból csak nekünk szolgáltatnak támpontot, a program nagyon sok mindent nem csinál velük. A következő menüpont itt fönt a funkciók menüpontja. Itt tudjuk megadni azt, hogy milyen funkciói vannak a mozdonyunknak. Ez nagyon fontos, mert ugye utána ezekkel a gombokkal tudjuk kapcsolgatni ugye a fényt, a hangot és egyéb más effekteket. Itt is úgy néz ki a dolog, hogy itt rákattintunk az első oldalon az első ilyen üres kis gombra, és akkor ott meg tudjuk adni, hogy ez egy kapcsoló legyen, meg tudunk adni neki egy szimbólumot, mondjuk ez legyen a F0, ugye a fényszórók bekapcsolása, meg tudjuk adni, hogy ez hányas funkción legyen, illetve az, hogy mutassa a funkció számot, valamint ezután le tudjuk tesztelni, hogyha itt megnyomjuk és látjuk, hogy a mozdony fényei felvillantak, azaz működik a dolog. Ez egy hosszadalmasabb művelet, főleg azoknál a mozdonyoknál, ahol nem csak az F0 fényfunkciót kapcsoljuk be, hanem vannak különböző hangfunkciók, ezeket itt végig kell zongorázni, ugye ez a mozdony egy hangos dekóderrel ellátott jármű, szóval itt hozzá kell adni a hangfunkciókat is, ugye kezdve a motor beindítással, és utána szépen föl lehet venni a többi funkciót is. Érdemes egyébként használni a hangdekóder gyártójának a leírását. A Digitools honlapján például fönn van az összes funkciójuk F1-től F20-on valameddig, ameddig ugye van az adott gépbe, és mellé van írva, hogy az a funkció gomb az mit kapcsol, az a funkcióval milyen hangeffekt vagy fényeffekt kapcsolódik be. Ezt érdemes mellé tenni ide a telefon mellé, és akkor szépen föl lehet vinni ezeket az adatokat. És amikor kész vagyunk, akkor használhatjuk is a mozdonyt, elkezdhetünk vele játszani a terepasztalon, minden hangfunkció ugye gombnyomással fog működni. Ezután következik a mozdonynak a train controllerben történő beállítása. Train controllerbe, ahhoz, hogy létrehozunk egy új mozdonyt, először át kell lépni itt fönt az edit módba, a szerkesztő üzemmódba, majd átkapcsolok itt az Engines and Trains menüpontra, és itt fogom létrehozni az új mozdonyomat. A Train menüpontra kapcsolva itt fönt, itt rögtön az első
pont a Create Engine lesz, ami kell nekünk, erre rákattintok, és itt az alján létre is hozta a mozdonyunkat egy nagyon szép amerikai mozdony képével, ezt rögtön majd meg is fogjuk változtatni. Először itt a Connection fül alatt megadom neki a 31-es címet, és ugye a Lens Digital Plus, ez az illesztőnk, amivel csatlakozik ugye a számítógép a rendszerünkhöz. Ezután átlépek ide a General fülre, és innen kiválasztom a bogónak a képét. No de hát itt még nincs is fönt a bogó képe, hogy lehet ide berakni ilyen kis vonatképecskét. Ehhez segítségül kell hívnunk a Train Animator nevezetű programot, úgyhogy elindítom a Train Animator nevezetű programot, ezzel lehet ilyen kis képecskéket csinálni. A program működése nagyon egyszerű, itt bal oldalt ki lehet választani azt a mappát, amiben a kis mozdonyunkról levő kép található, itt is van, ez a VM Change megosztott mappa az, ahol nekem az M44-es képen van, megfogom ezt a képet, behúzom ide jobb oldalra, ott rögtön meg is jelent a mozdonyunknak a képe, és azt mondom neki, hogy File, Save As, és ide a Train Animator mappába fogom elmenteni M44 néven. Rákattintok arra, hogy mentés, és kész is vagyunk. Becsukhatjuk a Train Animatort, és átléphetünk a Train Controllerbe, ahol most már, hogyha megnyitjuk a mozdonyunknak a tulajdonságait, akkor itt legörgetve ott lesz az M44-es mozdonyunknak a kis képecskéje. Így itt van az alján. Névnek ugye beírjuk a mozdony nevét, M44-148, majd utána a mozdony hosszát megadhatjuk, ami 13 centi, és a súlyát, ami 61 tonna. Ezek azért fontosak, hogy a Train Controller tudja, hogy amikor szerelvényeket állítunk össze, akkor milyen hosszal kell számolni, ugye a mozdony esetében is, illetve a súly az a mozdonynak a mozgásához szükséges, hogy megpróbálja a program ugye szimulálni azt, hogy egy 61 tonnás mozdony milyen dinamikával mozog. Ezután a Resources-ra lehet átkattintani, itt én meg szoktam adni, hogy villany vagy dízel mozdony. Hogyha tudjuk az exakt paramétereit annak, hogy mekkora a tankja és hogy hány litert fogyaszt 100 kilométeren, akkor ezeket is megadhatjuk, akkor a Train Controller fog számolni ezekkel a dolgokkal is. Én ezeket most itt nem adom meg, mert én nem használom ezt a funkcióját a programnak. A Speed menüpont lesz még nekünk érdekes, itt meg tudjuk adni a mozdony sebességét, ami ugye 80 km per óra, illetve meg tudjuk adni a mozdony teljesítményét is. 370 kW, ennyi a névleges vontatási teljesítménye. Itt alul van még egy nagyon érdekes kis pont, ez a momentum, ami a mozdony tömegének a szimulálására való. A gyorsítási és lassítási momentum külön szabályozható. A gyorsítási momentum az azt jelenti, hogy a program milyen mértékben vegye figyelembe a korábban megadott súly adatokat, illetve a mozdony után kapcsolt szerelvének a súly adatait. Ha 100%-ra állítjuk, akkor az azt jelenti, hogy 1:1-ben, 1:87-es kicsinyítésben át fogja számolni ezeket az adatokat, és eszerint fogja gyorsítani a szerelvényünket. Ha kisebb számot adunk meg, akkor érezhetően dinamikusabban fog gyorsulni, mint ahogy tenni a valóságba. Ha nagyobb számot adunk meg, akkor pedig egy picit lomhább lesz. Én ezt egy picit nagyobbra szoktam állítani, általában olyan 400% környékére, hogy szépen finoman gyorsítsa a program a mozdonyunkat, illetve a szerelvényünket. Ugyanez megadható a lassulásnál, itt viszont ugye fordítva működik, itt a 100% a maximum, és ugye lejjebb tudunk menni, ez azt mutatja meg, hogy szintén a lassításnál milyen mértékbe vegye figyelembe a szerelvény súlyát, minél nagyobb a súly, ugye annál hosszabb távon tudja megállítani a szerelvényt. Én úgy kísérleteztem ki, hogy ez körülbelül ilyen 20-30% közöttre húzva adja a legjobb eredményt az én terepasztalomon a lassulás tekintetében. Ezután egyébként érdemes a mozdonyt bekalibrálni, erről én már csináltam korábban egy
másik videót, ami csak azzal foglalkozik, hogy hogy lehet bekalibrálni a mozdonyt. Ezt a leírásba beraktam linkként, ott tudjátok megnézni, most külön ezt nem fogom megtenni. Amit még beszoktam állítani, az itt a funkciók menüpont alatt a mozdony funkcióinak a felvétele. Ez úgy működik, hogy itt a nyúgombra kattintva föl tudunk venni egy funkciót, itt rögtön az első a fényszóró F0-val kapcsolható, majd utána szépen ismét megnyomva a nyúgombot föl tudjuk venni a többi funkciónkat, ugye például a motorhangot, aminek az F1-es lesz a címe, utána föl tudjuk venni a kürtöt például, ami az F2-es, és így tovább, szintén ugye ugyanúgy, ahogy a Z21-es alkalmazásban érdemes mellé nézni a gyártónak a leírását, a funkció kiosztását, és nagyjából meg is vagyunk a mozdonyunkkal, be is állítottam mindent, amit be kell állítani, amit beszoktam állítani. Ezek után, ha kilépünk ugye a szerkesztő üzemmódból és visszalépünk a terepasztalra, akkor fölhelyezhetjük a járművet egy tetszőleges vágányra, ugye ahol éppen tartózkodik, a jobb click assign train gombot megnyomva, és akkor innen a legördülő listából ki tudjuk választani a mozdonyunkat, és rá tudjuk rakni akkor így a pályára. Innentől kezdve a program követni fogja a mozdonyunkat. Arra kell még figyelni, hogyha kézzel is vezéreljük az adott járművet, akkor érdemes a mozdonynál kiválasztani itt fönn az Assign Control to Digital System-et, hiszen ezzel akkor ugye átadtuk a vezérlést a kis kézi vezérlőnknek, legyen az ugye a Z21 alkalmazás vagy a Multimouse, viszont hogyha autotrainnel vagy másik egyéb módszerrel itt a train controlleren keresztül vezéreljük a mozdonyt, akkor a program szépen föl fogja venni a mozdony vezérlését, majd amikor ugye ő nem vezérli, akkor is figyel arra, hogy ha adunk a mozdonynak sebességparancsot, akkor szépen itt a váltók állását figyelembe véve követi a blokkokon keresztül a járművünket. Miután train controllerbe is fölvittem az összes adatot, megadtam a mozdonynak a képét, a címét, a funkcióit, tényleg mindent, utána gyakorlatilag üzemkész a járművem. Ezután tudom vezérelni akár a train controllerrel, akár a Z21-es alkalmazással, vagy a klasszikus Rocco Multimouse-szal is. Nagyjából ennyi lett volna itt a bemutató, tényleg egy átfogó képet szerettem volna adni arról, hogy hogy szoktam én elvégezni ezeket a kis rituálékat, ezeket a különböző kis alapbeállításait egy járműnek. Az a tapasztalatom, hogy nagyjából egy olyan 20 perc, fél óra között van az, amire úgy szépen minden tényleg beállítok a különböző programokon, és akkor utána lehet természetesen használni a mozdonyt. Arra vagyok kíváncsi, és a kommentekbe kérlek írjátok meg, hogy nektek milyen módszereitek vannak, milyen trükköket, tippeket tudtok ti is adni így a többi modellezőnek, mik azok a bevált dolgok, amik nálatok működnek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!